Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Baranyai Balázs Moszkvából, a Helyzet vlog szerkesztője. Szervusz Balázs, köszönjük, hogy ismételten fogadod a hívásunkat. Szia Tamás, üdvözöllek és üdvözlök mindenkit a világ összes sarkában. Bár annyit hozzátennék, hogy jelen pillanatban nem Moszkvában vagyok, hanem Szentpéterváron, a változatosság kedvéért. Oroszország, mi az a pár száz kilométer, vagy pár az, ezer az a kilométer? 750 kilométer, így van. Igen. Bár az elmúlt alkalommal ugye Moszkvából jelentkeztem be, mert magam mögött hagytam most 2,5 hónapot, amikor fél hétig Moszkvában voltam, és fél hétig Szentpéterváron. És közben használtad a vonatot, ahogy az az előző adásunkból kiderült. No, mindenkit arra kérnék, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, lassan meg lesz a 173 ezredik feliratkozónk, és nagyon ajánlom Balázsnak a Helyzet című csatornáját is. Bevallom őszintén, hogy én kevés YouTube csatornát követek, meg figyelek, de Balázsét azt abszolút igen, és mindig nagyon izgalmas tartalmakat gyárt, úgyhogy ezúton is ajánlom. És egyébként a beszélgetésünknek két apropója is van. Egyrészt Balázs nemrég Berlinben járt, majdnem azt mondta, hogy Moszkvában, de az nem ugyanaz, mint Berlin, szóval Berlinben járt megnézni, hogy ott mi a hely. Másrészt pedig egy éves lett a Helyzet című csatorna. Boldog születésnapot! Szóval kezdjük ezzel utóbbival akkor, hogy te hogy látod így egy év után, milyen csatornát terveztél, abból milyen csatorna lett, és lesz-e két éves szülinap? Tamás, köszönöm a kérdést, és én is nagyon boldog vagyok, egy nagyon felajzott állapotban, hogy egy éves lett a csatornám, hihetetlen, és az egy év alatt pontosan 100 epizódot sikerült legyártanom. Ez minden harmadik nap. Ez így van, ez minden harmadik nap, és rengeteg, de rengeteg erőfeszítéssel járt, pozitív erőfeszítéssel, azt mindenképp hozzá kell tennem, mert nagyon élvezem a vlogot szerkeszteni, csinálni, és nagyon sokat kellett tanulnom erről az egész vlogolásról, hogy ez hogy működik, és az emberekről, mert én emberekkel dolgozom, de ez az egészen más, és ebben neked még nagyobb tapasztalatod van, hogy ezt talán te is tudod igazolni, hogy amikor az ember így megjelenik az éterben, és az emberek arctalanul tudnak kommentelni, akkor bizony nagyon el tudnak szabadulni az indulatok, az érzelmek, és nagyon élessé tud válni bizonyos embereknek a nyelve abban a pillanatban, amikor ugye nem társul arc a szöveghez. Úgyhogy nekem is ez egy nagy tanulság volt, hogy úgy kezeljek bizonyos kommenteket és érzelmi kitöréseket, hogy az én lelki világomat ne feltétlenül sértse. Más egyébként ugye a Helyzet legelső bejelentkezés az nem más miatt volt, mert szerettem volna eloszlatni azokat a kételyeket, amik Nyugat-Európában vagy a világ akármelyik részén kialakult Oroszországról, vagy az orosz emberekről, vagy az orosz létről, hogy az mennyire hamis. És ez volt a bejelentkezésemnek az első és legfontosabb részlete, hogy megmutassam és elmondjam, illetve a kamerámon keresztül megmutassam, hogy egy egészen más kép alakult ki az emberekben, ami itt Oroszországban a hétköznapokban történik. De én erre nem számítottam, hogy ez elér akár 100 epizódot is, hanem úgy mentem az ára, és azt mondom, hogy lesz 10-20-30 epizód, és akkor a barátok, az ismerősök, a családtagok látják, hogy egyébként, hogy nem kell én külön hogy leírni élek. mindenkinek, hogy továbbra is van a boltban, nem tudom én mi. Igen, így van. És akkor, de pontosan ezt most egy nagyon jól megfogalmaztad, mert amikor engem is felhívtak, meg rám írtak ismerősök, barátok, hogy úristen, és hogy ott nem haltok éhen, és hogy ott tényleg ez nincs, meg az nincs, és akkor én természetesen megdöbbenve tapasztaltam, hogy micsoda, bocsánat, agymosás megy Európában, vagy akár a világ más részein, mert hogy a valóság az egészen más. Úgyhogy szóval akkor lesz ez második volt a... születésnap, ha jól látom. Remélhetőleg lesz második születésnap, bár a helyzetnek nagyon fontos pontja volt az, hogy a valóságot mutassa meg, és így is, ez ugye már mi beszélgettünk erről máskor is, hogy
Annak ellenére, hogy én megfogom a kamerát, és ráirányítok bizonyos objektumokra, részletekre, még így is rengeteg ember kételkedik, és nem akar a személynek hinni. Tehát van ez az ember típus, aki már annyi negatív információt kapott, és ugye itt jön be ez a szelektív látás és a szelektív hallás, hogy egyszerűen képtelen elhinni az, hogy amit én valójában ténylegesen megmutatok. És nem hiszi el. Már azt De sem ezzel meg hiszik nem el, tudok amit mit, látnak. igen, tehát, de ezzel meg egyszerűen már nem tudok mit kezdeni, és engedd meg, hogy megköszönjem neked is, Tamás, itt az egyéves szüli napnál, hogy nagyon sokat hozzátett az én vlogomhoz az, hogy az ultrahang létezik, és illetve, hogy te vagy, ugyanis rengeteg ember talált meg rajtad, illetve rajtatok keresztül, hogy ezúton is nagyon szépen köszönöm a te támogatásodat. Én pedig szintén köszönöm, hiszen nagyon öröm számomra az, hogy helyből tudsz tudósítani minket, tehát hogy nem az, hogy valaki olvasta valahol, hogy az történhetett, hanem hogyha Moszkvában vagy Oroszországban történik valami, akkor meg szoktuk kérdezni, hogy Balázs, te ott tapasztalod-e azt, hogy becsapódott a drón, vagy hogy terrortámadás volt, vagy a Prigozsin lázadásból miket lehetett érzékelni. Úgyhogy köszönöm szépen, és hát számítunk rád a következő időszakban is, remélem, hogy jó hírek kapcsán. És akkor most térnék át arra a témára, Még hogy annyit hozzátennék, igen. bocsánat, hogy én elhivatottja vagyok az ultrahangnak, ugyanis én erről eddig még nem beszéltem, engem nagyon sok tévécsatorna megkeresett már, a Magyar Televízió, az az RTL, és tulajdonképpen az összes kollaboráció, ez kudarcba fulladt, illetve vagy én helyből mondtam, hogy köszönöm szépen, én nem szeretnék nekik nyilatkozni, úgyhogy én szeretném megtartani azt az elhivatottságot az ultrahang felé, hogy Köszönjük szépen, bármi szóval a van, garázs akkor én zenekart mindenki. választottad a stadionos koncert helyett. De én mint kortárs táncművész vagy koreográfus, az is pontosan ilyen, hogy inkább egy ilyen garázs zenekar, mint sem egy nagy stadionos előadás. Én Én is mindig jobban így élvezem éltem. a garázs zenekart egyelőre. Na, akkor vágjunk bele a mai témánkba, mert hogy ugye folyamatosan azt lehet hallani, hogy Oroszországot azért gyengítik a szankciók, hogy nehéz helyzetben van, és a fejlett nyugat az előbb-utóbb azért mégiscsak legyőzi Oroszországot, és azért érdekes talán a te szemét, hiszen most Oroszországban élsz, de ugye azt meg korábbi adásokban megbeszéltük, hogy éltél többek között Franciaországban, Horvátországban, Olaszországban is Olaszországban. életvitelszerűen felolvas, vagy felsorolom itt az életművedet, mint valami Wikipédia oldal. Igen. Most viszont Berlinben jártál, Németország fővárosában, és nyilvánvalóan, hogy így, hogy ingázol Moszkva meg Szentpétervár között, meg elmész egy német fővárosba, akkor azért valami fajta összehasonlítási alapod mégiscsak van arról, hogy hol melyek a pozitívumok, negatívumok. Szóval így érdekelne, hogy mit tapasztaltál Berlinben. Akkor engedd meg, és remélem, hogy belefér a műsoridőben, ha nem, akkor meg úgy is megvágod, Sose szoktuk vágni, de belefér. ez így az. Hogy először is érkezett egy meghívás Berlinből, azért, mert én egy olyan nemzetközileg elismert koreográfusnak vagyok a koreográfus asszisztense, aki a világ minden részére hívnak koreografálni, vagy már a régi munkáit megvásárolni. És nagyon sokszor van az, hogyha őt hívják, akkor mondjuk engem küld el, hogy kérlek, képviselj engem itt meg itt. És most is ez történt, és annak ellenére, hogy rengeteg verbális bántalmazást kapott ő is, meg én is, mert hogy itt vagyunk Oroszországban, és mi támogatjuk a putyini rendszer, és hogy ez mennyire rossz. Ennek ellenére azért csak meghívtak minket Németországba, Berlinbe. A Az főnököd ő utazásról orosz annyit, hogy egyébként? hát ő úgy van, hogy a Nacho Duarte egy spanyol származású Na. koreográfus, jelenleg egy olyan élő, nemzetközileg elismert koreográfus, aki Oroszországban több mint 13 éve a Mikhálovszki Színháznak a művészeti vezetője, a balett együttesnek a művészeti vezetője és házi koreográfusa. De ő egyébként Madridban is, és itt Péterváron is él. Madridban most nyitotta meg egyébként a Balett Akadémiáját, ahova szintén
Hála Istennek van meghívásom, csak még nem sikerült összehozni itt a besűrűsödött munkák miatt, de ez most ebből a szempontból nem is annyira fontos. Hogyan kerültem Berlinbe? Az, hogy egyébként oda-vissza, tehát hogyha netán akárki szeretne kijutni Oroszországba, egy nagyon egyszerű vízum kérem, mert egy hét, hét munkanapon belül elutalják egyébként a vízumot beleragasztva az útlevélbe, úgyhogy egyáltalán nem lett nehezebb a turista vízum megszerzése, mint mondjuk 2 vagy 3 évvel ezelőtt. És ezt honnan tudom? Hát onnan, hogy 2 hét múlva érkezik a legjobb barátom, és 2 nappal ezelőtt küldte nekem a fotót, beragasztva van a vízum az útlevelébe, úgyhogy készen áll az útra. És nekem is, mint európaiként, halál egyszerű volt eljutni Berlinbe, isztambuli átszállással, azt hozzá kell tennem, remélem, hogy ez nem számít reklámnak, hogy mindenkinek tudom ajánlani a törököket, török légitársaságot, a Turkish Airlines, mert zseniális. Tehát a Turkish Airlines először is az olyan, mint az anno a 10-20 évvel ezelőtt, amikor az ember felült a repülőgépre, és érezte, hogy a repjegye áráért kap szolgáltatást. Mert manapság mi van Európán belül, úgyhogy hogy felszállsz egy gépre, és hogyha hozzád vágnak egy kekszet, akkor már örülsz, hogy úristen, milyen jó kiszolgálásban van részed, vagy Már nyomják akkor örülök, ha egy... időben elindul. Ha időben elindul, így van. És a Turkish Airlines az viszont zseniális. Nagyon jó a kiszolgálás, nagyon kedvesek, rendesen kapsz főételt, desszert, előétel, nem műanyag evőeszközöket, evőeszközöket, tehát olyan, amilyen annó a fénykorában volt a repülés. És aztán egy isztambuli átszállással pedig Berlinbe eljutottam, amit fontos itt megemlíteni, hogy akik meghívtak engem, ugye egy Airbnb szállást foglaltak, amivel nekem semmi problémám nincsen, bár azt hozzá kell tennem, hogy itt Oroszországban én általában vagy 4 vagy 5 csillagos szállodákba szoktam megszállni, amikor meghívnak engem. Ez itt nagyon fontos, hogy a meghívott félt a lehető legmagasabb színvonalon lássák el, tehát hogy itt Oroszországban nincsen olyan, hogy egy meghívott vendéget mondjuk Airbnb-be lakatnak. De hozzáteszem még egyszer, és ezt nagyon fontos, kétszer is aláhúzom, hogy nekem ezzel semmi problémám nincsen, és Csak látszik a nagyon... különbség. Igen, tehát hogy ez egy lényeges különbség, hogy az teljesen mindegy, hogy én egy mesterkurzus megyek tartani, vagy egy színházba hívnak meg pár napra, vagy egy hónapra, akkor is a legmagasabb színvonalon lakatnak és látnak el. És megérkeztem a Berlinbe, a vendéglátom kijött elém autóval, elvitt a szállása, ami egyébként Berlinnek a külvárosi részén volt. Ez olyan, mint mondjuk Budapestnek Érd. És tényleg a Érdhez lehet a legjobban hasonlítani, mert Érden sem mondjuk a legszegényebbek laknak, ha jól tudom, ugye? Hogy ott van ez a nagy családi házas környezet, ahol inkább a jómódú emberek laknak. És én is megérkeztem egy hasonló szépségű, színvonalú házba, majd amikor beléptem a házba hidegebb volt, mint kint az utcán. De szignifikánsan. Tehát, hogy annyira hideg, hogy legalább 10 fokkal hidegebb volt a házban. Akkor már egy kicsit így megrémültem, majd a hölgy megmutatta a házat, és felvezetett a második emeletre, ahol a szobát bérelték nekem, és amikor beléptem a szobába, akkor mondta a hölgy, hogy arra kér engem, hogy minden alkalommal, amikor belépek és kilépek a szobába, akkor zárjam be az ajtót, ugyanis ezt a szobát fűti. Tehát, hogy érzékelheted innen, hogy az egész ház jégverem volt, és hozzáteszem megint, hogy egy olyan környéken laktam, ahol minden háznak az udvarán, vagy a ház előtt 2-3 autó áll. Tehát, hogy itt egyértelműen látszott, hogy egy jómódú környék, ahol az elektromos, ugye Tesla, vagy mellette ott állt egy jobb sportautó, amit hétvégén lehet hajtani, illetve egy családi autó. Tehát ez egy ilyen környék.
És meg lehetett fagyni a házban. De olyan szinten, Tamás, hogy ugye én betartottam a hölgynek a kérését, hogy zárjam az ajtót, mert tényleg meg lehetett fagyni a házban. Majd egy óra után én még mindig kabátba ültem a szobámban, oda léptem a radiátorhoz, hogy megnézem, hogy mégis mennyire van befűtve. 5-ig volt felskálázva a radiátor, a 0,5-re volt feltekerve. Tehát Ez a szoba úgy spórolás volt volt, vagy befűtve. egyszerűen csak figyelmetlenség? Ugye nem mindegy, hogy Nem, technikai hiba, vagy... ez már ott, és abban a közegben ez annak számított, hogy ő már komolyan odafigyelt a vendégre, és befűtött a szobába, hogy én komfortosan érezzem magam, hogy 0,5-re feltekert a radiátor az ötös szinten. Hát én éltem azzal a lehetőséggel, hogy mégiscsak vendég vagyok ott, és a vendéglátóim fizettek ezért a szállásért, úgyhogy én feltekertem ezt 4-esre, és ezt Nagy kanállal döngettem. habzsoltad az életet, Ha igen. nagy kanállal habzsoltam az életet, és aztán egy óra után még az ablakot is kinyitottam, hogy legalább kintről jöjjön be a meleg, mert az kevesen, ugye erről csináltam egy videót a helyzet vlogomon is, és sok olyan kommentet kaptam, hogy hát miért nem tekerted fel a fűtés még jobban, stb. Stb. Igen ám, de amikor egy ház egy tél után át van fagyva, tehát hogy a falak át vannak fagyva, akkor teljesen mindegy, hogy a levegőt felfűtöd, egyszerűen a falak döngették a hideget. Tehát, hogy amikor közel mentél a falhoz, akkor érezted, hogy az így radiálja a hideget. Aztán a következő meglepetés az volt, hogy a második szintből nyílt egy tetőszint, ahol volt az én hálószobám, és ez egy ilyen zárt kis tetőszerkezet volt, amivel kettő darab matrac le volt fektetve a földre, hogy az az én hálófülkém. Tehát, hogy ágy sem volt, hanem matrac volt a földön. És aztán úgy döntöttem, hogy én leköltözöm erre az alsó szintre, és találtam egy ilyen tatamiszerű matracot, és akkor azon aludtam 4 napig. És azt én 4 napon keresztül 4-es fokozaton fűtöttem az ötből, és pazarló életet éltem ott ebben a házban, de egyszerűen képtelen voltam úgy bemenni dolgozni, tehát hogy azért, amikor táncosként dolgozol, az nem tudsz úgy táncolni, hogy le vannak merevedve a végtagjai. Úgyhogy ez egy például egy hatalmas meglepetés volt, hogy ilyen szinten spórolnak az energiával. Én nem tudom, lehet, hogy Magyarországon vagy itt Oroszországban van másképp, de én sem emlékszem nagyon a gyerekkoromban arra, hogy nekem garbos pulóverbe és kabátba kéne otthon mászkálnom, mert annyira hideg van. De tényleg annyira hideg volt, hogy ilyen 13-14 fok volt az egész Márciusban házban. volt ez? Igen, ez most jöttem vissza Berlinből 2 hete. Úgyhogy, és Éppen is a most mi van? Most télvíz van idején. április közepe. Így van. Tehát, hogy nem is a télvíz idején. És még azt is hozzá kell tennem, hogy kint az utcán pedig már majdnem 20 fok volt, illetve 20 fokot is néha elérte a hőmérséklet. Ehhez képest bent a házban meg fagyoskodtam. De ez tényleg olyan, hogyha nem fűtik át a házat, a falak átfagynak, és utána az meg csak önti magából a hideget. Tehát ez például egy nagyon nagy meglepetés volt. Ugye akkor a vendéglátómnak is mondtam, hogy hát ez így, ez a szokás itt Németországban, és akkor mondta, hogy hát igen, az az igazság, hogy itt nagyon sokan spórolnak az energiával. Számomra ez azért furcsa, mert de ez lehet, hogy megint egy ilyen kulturális különbség, hogyha már 3 autó áll a házam előtt, vagy a garázsban, akkor komolyan nem tehetik meg azt, hogy befűtenek? Vagy akkor megint arról van szó, hogy elzárták a csapot Európa felé, és bizony meg kell húzni azt az övet. De egyébként volt, vagy beszélgettél erről az ottani németekkel, hogy mi történik? Meg például, ahol a felkészülés volt, vagy ahol a kurzusod volt, ott például volt fűtés? Volt rendesen, tehát hogy úgy be volt fűtve, Az intézményt fűtik. hogy így van az intézményben, be volt fűtve, és egy nagyon színvonalas stúdióval voltam meghívva, és ami szintén még érdekes, hogy
Hát talán a három ujjamon meg tudom számolni a 35 emberből, hogy hány európai volt. Tehát, hogy a 98%-a az mind tulajdonképpen vagy afrikai, vagy ázsiai, vagy amerikai volt. Úgyhogy nagyon sok olyan ember fizetett be erre a kurzusra, akik nem Németországban születtek, vagy nem őshonos németek, vagy őshonos európaiak, akkor mondjuk így. De nehogy valaki félreértse a szavaimat, mert hogy én abszolút nem vagyok valamilyen rasszhoz tartozó, és ellenzem az, hogy nekem minél több színű és fajtájú emberem legyen, Te csak is ez Moszkvában például ott vagy, és én egy el vagy. emigráns Egyébként ez vagyok, Moszkvára így is van. jellemző? Tehát, hogy ott is. Oroszországra jellemző, igen, mert több mint 200 különböző nemzetiségű ember él, amit egyébként hitű nemzetiségű ember él Oroszországban. Tehát, hogy talán itt a legnagyobb az emigránsok bevándorlók száma a világon. De akkor Megmerem kockáztatni. Nem merek rá megesküdni, de kockáztatni merném. ennek mentén haladnék tovább, hogy szerinted hogy kezeli Oroszország a bevándorlást, és mit érzékeltél? Nyilván nem élsz ott, de hát azért láttál belőle dolgokat, hogy kezeli Németország a bevándorlást? Inkább én, hogyha későbbre vagy korábbra datálnám ezt az egész történetet, ha megengeded, talán erről egyszer már beszéltünk is, hogy ugye én Franciaországban éltem 6 éve, és nagyon hasonlónak látom a helyzetet Németországban is, hogy itt Oroszországban nagyon fontos az, hogyha te itt akarsz élni, dolgozni, akkor ugye tanuld meg a nyelvüket, és tartsd be az itteni szabályokat. És hogy ahogy az oroszok élnek, és amint és akint élnek, ahhoz te tulajdonképpen te, hogy mondják ezt magyarul, hogy te hozzá igazodjál, és ne fordítva üljél a lovon. Tehát Franciaországban is nagyon megfordult már 10-15-20 évvel ezelőtt ez az egész, hogy amikor én is ott éltem, ugye emigránsként, nekem az nagyon fontos volt, hogy be tudjak illeszkedni. De az ottani, mondjuk észak-afrikaiak egyáltalán törekedtek arra, hogy beilleszkedjenek, hanem az volt a cél, hogy mindent elfogadtassanak, és mindenben megtalálják a hibát, és mindennél kikérhessék maguknak, hogy nekik az miért nem jár. Na, Oroszországban ilyen nincs. Oroszországban az van, hogy ha idejössz, akkor szerezd meg a megfelelő papírokat, a megfelelő képzettséget, és tehát, hogy nem Oroszország fog hozzád idomulni, hanem neked kell Oroszországhoz. És én meg azt látom Nyugat-Európában, Németországban, vagy akár Franciaországban is, hogy ez már rég nincs így. Mi volt az, ami még feltűnt, ami érdekes volt, ami így akár meglepett? Például nemrég készítettem egy részt, ami most hihetetlen módon megy a vlogomon, hogy de ezt Magyarországon is végig szaladt, mint egy futótűz, hogy egy orosz diszkontlánc fog üzletet nyitni Magyarországon. És úgy fogják hívni ezt a diszkontot, hogy Mere. És ez a Mere diszkont 20-30%-kal a Lidl vagy az Aldi alatt fogja árulni a termékeit. És én erről készítettem is egy videót, itt nem Merének, hanem Svetofornak hívják ezt az üzletláncot, és ha hiszed, ha nem, ez az üzletlánc Németországban már működik 2018 vagy 2019 óta. A Ezt szankciók Lipcsem nem el... tudnak. Ja, igen, és ezt Lipcse mellett nyitották az első üzletüket, és Tamás, ha hiszed, ha nem, 2 nap alatt be kellett zárni az üzletet. Tudod, hogy miért? Ugyanis a Nem. németek mindent felvásároltak. Ja, hogy így, aha. És olyan áruhiány alakult ki az üzletben, hogy azon 2 nap alatt be kellett zárni. Tehát, hogy én azt vettem észre ott a németeknél, illetve
az ottani barátokkal, ismerősökkel beszéltünk, hogy iszonyatosan a fogukhoz verik a garast. Tehát, hogy minél olcsóbb legyen, és nem feltétlenül, mert ugye szeretik a magyarok is állandóan ostorozni magukat, hogy milyenek vagyunk, mi olyanok vagyunk, és hogy elnézést, hogy minden szart megveszünk, de a német még inkább. Tehát, hogy 2 nap alatt ez a mere be kellett, hogy zárjon, ugyanis a németek mindent felvásároltak. Ez például itt nem jellemző, ehhez képest Oroszországban. Tehát, hogy ez is úgy látom, hogy egy ilyen talán kulturális, vagy úgy szeretik rámondani az oroszokra, mert hogy bezzeg Szibériában így élnek, meg úgy élnek, meg hogy bezzeg Balázs, te Szentpéterváron, meg Moszkvában ott más az életszínvonal, és meg ott bezzeg, meg lehet kapni a Coca-Colát, de Novosibirskben nem. Hát nem. Ott is ugyanúgy meg lehet kapni. Tehát, hogy az, amit megveszek, ez a legújabb iPod vagy fülhallgató, meg az iPhone, az ugyanúgy meg lehet ott is, meg itt is kapni, és körülbelül ugyanazt a fizetést kapják, ugyanazért a munkáért az emberek. Épp ezért van az, hogy Moszkvában például ebből a szempontból, hogyha mondjuk egy ilyen mere üzletben dolgozol, sokkal nehezebben jössz ki, ugye, mert ott meg magasabbak az ingatlan árak. De hogyha kisebb városban élsz, és egy mere üzletben dolgozol, akkor meg sokkal jobban jössz ki. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy ugye megint ez a sztereotípia, hogy szeretik ráhúzni az oroszokra, hogy mert ő nekik ilyenek, meg olyanok, de én meg úgy látom, hogy Nyugat-Európában meg még ilyenebbek, meg még olyanokbak. Tehát főleg arról nem is beszélve, hogy ha már a nagyvonalúságról, meg a garasiságról beszélünk, hogy én amikor ide jártam ki, mint meghívott koreográfus, még nem költöztem ki, akkor engem mindig hatalmas nagy szeretettel vártak, és azok az emberek, akiknek kevésbé volt pénzük, akár arra is, hogy kifizessék a lakhatásokat, és meghívtak vacsorázni, akkor ott mindig terül-terül asztalkán volt. Tehát, Ez így a hogy kultúrának, meg a népléleknek a aha, része? igen, ez Ebben nagyon a lehet, hogy hasonlít a kultúrához. magyarokhoz, nem? Mert itt az itt is megvolt, Nagyon, legalábbis én ezt nagyon, tapasztalom. nagyon, nagyon, így van, és hogy ez az oroszoknál is nagyon megvan, hogy mindent megosztanak veled, és van itt egy ilyen mondás, hogyha egy orosz rád mosolyog, akkor az egy egész életre szól, és ez tényleg így van, hogy az oroszok nem nagyon szoktak mosolyogni, meg nem a kedvességükről híresek, de hogyha egyszer rád mosolyognak, és egy ilyen derűs hangulat és arc jelenik meg előtted, akkor az viszont egy nagyon-nagyon jó jel. Szóval, még itt visszakanyarodva, hogy én egyelőre azt láttam ott a Németországban, hogy igenis az echte németek, azok nagyon spórolósak, és nagyon a fogukhoz verik a garast, és nem feltétlenül azon spórolnak, meg úgy spórolnak, ahogy mondjuk egy kelet-európai, vagy mondjuk egy orosz. Főleg arra nem beszélve, hogy én a 60 négyzetméteres lakásomra fizetek 10 000 rubelt, és ebben benne van a közös költség, a villany, a fűtés, és minden. Azért 30 ezer A forint körül van, nem? 40 ezer 40. forint. Tehát a legmagasabb és a legtöbb számla, amit be szoktam fizetni a télvíz idején, januárban, az 40 ezer forint. De ebben minden benne van. Tehát, hogy a házfelújítási költségek, az, hogy kifestik a lépcsőházat, vagy kívülről mindig felújítják a házat, hogyha valami kis darab leesett belőle, vagy, tehát ebben minden benne van. És mi a helyzet ezzel? Szemben Németországgal arról beszéltetek az ottaniakkal? Ők is ezt mondták, hogy nagyon megnőttek a költségek, hihetetlen mód megdrágult Németország, és ugye van, aki megteheti azt, hogy kifizeti a számlákat, illetve vannak azok az emberek, akik meg alapból mindenen spórolnak. Nekem csak az volt nehéz összeraknom, de ez mondom, lehet, hogy az én hibám, hogy amikor látom, hogy a 2-3 autó áll a ház előtt, viszont pulóverbe, meg kabátba
ülnek benne a házban, mert be lehetett látni, tehát olyan kertes ház negyedbe voltam, meg fel volt kapcsolva a lámpa, amikor este mentem haza, és látod, hogy pulóverbe ülnek bent a házban, a kötött garbóban. Tehát, hogy lehet, hogy egy autóval kevesebbet kéne venni, és komfortosan érezni magad otthon. Vagy én ezt nem tudom, hogy ezt tényleg szeretnek az emberek garbóba, meg bundapapucsba otthon ülni, hogy ez a komfort. Én nem szeretek, de a hallgatókat bátorítom, hogy írják meg kommentbe, hogyha szeretnek. Így van. Ugye nyilván egy kulturális intézményben voltál, és ugye pont a múltkori adás kapcsán, amikor Putyin újra választásáról beszélgettünk, akkor beszélgettünk az orosz kultúra helyzetéről, illetve az orosz kulturális intézmények lehetőségeiről. Mi a helyzet Berlinben? Ugyanez, Tamás, hogy ezt megint csak meg tudom erősíteni, hogy ez egyébként nagyon vicces volt, bocsánat, hogy amikor megérkeztem és bemutatkoztam, és mondtam, hogy Baranyai Balázs vagyok, egyébként magyarországi, Magyarországról jöttem, de Oroszországban élek, tehát, hogy most jelen pillanatban Oroszországból jöttem hozzátok, akkor így megfagyott a levegő. Így nem tudtak mit kezdeni, hogy Úristen, akkor ezzel most mit kezdjek, mert ő már befizette a kurzus, meg ő akart tanulni, meg ő nem tudta egyébként. Aztán elmondtam, hogy annak az embernek a kurzusára, akinek ti befizettetek, az szintén Oroszországban él már 13 éve. Micsoda, hogy akkor hogyan? Aztán elkezdődött az egész, meg ugye belevetettük magunkat a munkába, és akkor ez a tulajdonképpen a feledés homályába veszett. De hogy ez még mindig egy nagy, nagy sok a nyugat-európai emberek számára, hogy egy olyan kulturális intézmény, ahol én is tanítok, meg egyébként itt Oroszországban az oktatási rendszernek, a felsőoktatási rendszernek a nagy része az államilag támogatott. Tehát egy olyan balettintézet, ahol én tanítok, az mondjuk Svájcban, Németországban, Olaszországban, az több százezer euróba kerül évente. Tehát, hogy például itt van a Nácsó Duátó, akinek én vagyok a koreográfus asszisztense, ő nyitott most egy kis akadémiát Madridban, ez egy egész pici kezdetleges dolog, ott is 15 ezer euróba kerül évente az oktatás. 15 ezer euróba. És ez egy kimagaslóan olcsó akadémia, és azért is, mert ő viszont nem tud szertifikációt adni arról, mint mondjuk egy felsőfokú intézmény, ugye, mint egy egyetem vagy főiskola. És ennek ellenére is 15 ezer euróba kerül évente az oktatásod. És az semmi, az olyan, mintha mondjuk beiratkoznál egy mondjuk Mici néni tánciskolájába, csak nem Mici néni tanít téged, hanem egy nagyon híres koreográfus. És ez ott is, amikor meséltem, meg mutattam képeket, hogy én hol tanítok, meg mit tanítok, meg hogy néz ki az akadémia, az emberek egyszerűen azt mondták, hogy ilyen nincs, hogy ezt nem hiszik el. És pedig ez van. Ez van, hogy ha például a mi akadémiákra felvételt nyersz, akkor az neked nulla, azaz nulla rubelbe kerül, ugyanis ez a csúnya, gonosz Putyin rendszer ezt támogatja. Nyilván ettől még lehet egy rendszer csúnya, gonosz, de mondjuk az Lehet. embereknek, mondjuk kultúra területén meg lehet, hogy pont jól jön ez. Igen, csak azt felejtették el Nyugat-Európában, mert mindenhol ugye kompromisszum. Tehát, hogy tehát az életben nincs olyan helyzet szint, ahol ne kéne kompromisszumokat kötni. Viszont amikor a mostani kormány egy olyan életszínvonalat teremt az emberek számára, amikor ingyen tanulhatnak, amikor az oktatási rendszer egy egészen más szinten van. Amikor az emberek életszínvonal az elmúlt mondjuk 20 évben 10-szer jobb lett, akkor ha hiszitek, ha nem, bizony az emberek azt fogják mondani, hát de akkor minek váltani?
És ez az igazság. És tudom, hogy a nyugati sajtó nem ezt mutatja, meg az angol száz sajtóban inkább azok a hírek jutnak el, hogy vannak azok az elégedetlen emberek, akik rendszerint próbálják különböző csatornákon a szócsőbe mondani, hogy mennyire gonosz és rossz ez a putyini rendszer, de egyelőre a hétköznapi orosz még mindig jobban profitál belőle, mint sem az ellenkezője. És ez az igazság. Nem tudok más mondani. Tehát, hogy én se költöztem még vissza Európába. És nagyon kevesen kérdezték meg, hogy miért nem. Én megkérdezem, miért nem? Hát például azért, mert mondjuk, mert nincs még egy ilyen ország jelen pillanatban Európában, ahol a kulturális élet annyira pezsgő lenne, mint Oroszországban. Tehát itt koreográfusnak lenni, táncművésznek lenni, az olyan, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt Európa. Az, hogy a mi színházunkban 28 balett előadás van egy hónapban, az mondjuk Európában elképzelhetetlen, még a legnevesebb színházakban is, és az legyen a Párizsi Operaház, vagy a londoni Royal Ballet. És itt ez egy teljesen átlagos, ez teljesen normális, és telt házzal mennek a színházak. Úgyhogy, mint kultúrember, vagy a kultúrát szerető ember, ez igenis, tehát én azért dolgozom, nem? Tehát, hogy azért nevelem ki a diákokat, meg azért csináljuk az előadásokat, hogy az emberek eljöjjenek, és megnézzék. És nem azért, hogy játszanak belőle. Mondjuk, vegyük a Budapesti Állami Operaházat. Egy előadás maximum 10-12 alkalommal játszanak. Nem a diótörőről beszélek, mert a diótörőt lehet 128 alkalommal is játszani, és akkor is el lehet adni rá a jegyet. De nem él meg Európában egy új előadást, 10-12, maximum 15 előadást egy évadban, és utána váltani kell. Itt például már van olyan darabunk, amit 13-14 éve játszunk, és minden hónapban játszunk 15-ször. És még mindig teltházzal. Tehát érted a különbséget? Havonta 15-ször, vagy évente 15-ször? 15 évig. Teltházzal. És emellett egyébként meg úgy gondolom, vagy lehet, hogy én élek csak egy rózsaszín körben, de úgy fizetik meg az embereket, hogy hála Istennek, nekem nem kell kuporognom, sőt, a fizetésem nagy részét félre tudom rakni. Tehát spórolni tudok. Én eddig Európában egyszer se tudtam megtenni az európai fizetésemből, hogy spórolni tudjam. És ez egy hatalmas nagy különbség. De nem dolgozom, tény és való, nem szeretném összehasonlítani magamat az IT-sekkel például, ugye, nem vagyok programozó, hanem mint művészember beszélek az én közegemről. Na akkor még így a műsorunk végéhez közeledve arra azt kérdezném, hogy az özbenyomás, nyilván elmegy az ember egy városba, látja a város tisztaságát, közbiztonságát, milyen emberek vannak ott, milyenek az árak, mennyit keresnek az emberek, arról így beszélget, hogy egy özbenyomás alapján te inkább az orosz városokat választanád, vagy költöznél Németországba, és ha igen, miért igen, ha nem, miért nem? Jó a kérdés, és nehéz a kérdés. Én nagyon sokszor jártam már Németországba, tehát legalább 30-35 alkalommal. És akkor ebben nem is számolom bele a hosszabb időtartamokat, amikor turnéztam ott. Hogy én nekem a németekkel először is semmi problémám nincsen, de az biztos, hogy az első benyomás a német emberekről az, hogy hát, hogyha az oroszok nem mosolyognak, akkor és elég ridegek, akkor inkább a németekre azt mondanám, hogy nagyon mogorva emberek. És az nekem mindig egy kicsit ilyen ellenszenvet váltott ki, hogy ez a mogorvaság. Tehát, hogy egy hidegséggel még mindig jobban tudok azonosulni, mint egy mogorvasággal. És a németeknél inkább látok egy ilyen mogorvaságot, amivel én nem tudok mit kezdeni. Tehát például ez egy nagyon fontos dolog számomra, hogy az a közeg, amiben élek, azzal én együtt tudjak kollaborálni.
Ez az egyik. De ennek ellenére az mostani alkalommal kimondottan jól éreztem magamat, mert én úgy érzem, hogy belül jó voltam, és sokat mosolyogtam, és úgy összességében az emberek is visszamosolyogtak rám. De ami itt Oroszországban, Németországhoz képest mondjuk, ami engem leginkább itt tart, az tényleg ez a kultúra. Az, hogy itt egy olyan fundamentálisan komolyan átszövi az embereket a kultúra szeretete, amit én se ott, se máshol nem láttam Európában. És ez tényleg úgy van, hogy itt a majdnem, hogy enyhe túlzással, de az útburkoló is jár színházba. És ezt én például ott nem érzékeltem. A vendéglátón próbált impressionálni egy kicsit a kultúra felé való hát orientáltságával, de abban a pillanatban, amikor megvakartuk egy kicsit az ő tudását, vagy érdeklődési körét a tánc, vagy a színház felé, akkor az 2 perc alatt kiderült, hogy hát ő igazából nem egy színházba járó ember, és túl sok köze nincsen a kultúrához. Én úgy gondolom még, hogy Berlin mondjuk egy elég speciális hely, mert hát nem tudom, hogy mennyire mehetünk ebbe bele, azért Elmehetünk. voltak ott érdekes beszélgetések. Ez lehet, hogy egy-két embernél most ki fogja vinni a biztosítékot. Hát van egy nagyon híres hely Berlinben, azt úgy hívják, ha jól ejtem, hogy Bergheim, ami egy olyan szórakozó hely, egy legendás szórakozó hely, ahova nagyon sokféle is fajta ember jár, és akkor most finoman fogalmaztam. És ennek a Berghainnak például az alsó szintjén egy másik szórakozó hely van, tehát ugye a föld alatt, amibe olyan tevékenységeket folytatnak az emberek, ami hát igencsak feszegeti a hétköznapi embernek a képzelő erejét. És itt, tehát ott olyan, mondjuk ki, hogy szexuális tevékenységek vannak, amit szerintem épésszel nehéz felfogni. És azok az emberek, tehát meg voltam hívva egy ilyen húsvéti ünnepségre, és akkor szóba jött ez a Berghain, meg annak a közege, meg hogy az emberek milyen helyekre járnak szórakozni, és én azért azt vettem észre, hogy a németeknél van egy ilyen nagyon-nagyon eltorzult és nagyon beteg szexuális világ és beállítottság, amit itt Oroszországban abszolút nem lehet érzékelni. És itt, Tamás, meggoogliztuk ennek a szórakozó helynek a profilját, hogy milyen szórakozási lehetőségek vannak. Félve mondom ki, úgyhogy itt azt, akkor csak azért mondom, mert tudom, hogy a vágás lehetősége még mindig fent áll, hogy ott a weboldalon ki van írva, hogy megcsinálhatod azt, hogy fagyasztva elviszed azt a mellékterméket, amit egyébként jobb esetben a WC-be végzel, az összegyűjtöd egy zacsiba, vagy ahogy akarod, azt lefagyasztod, majd elmész ebbe a szórakozó helyre, és van egy kijelölt hely, ahol azzal a melléktermékkel te szexuális kapcsolatot létesíthetsz meg ember. És akkor ez csak egy része ennek Ilyen a Oroszországban szórakozó nincs helynek. hivatalosan, Ilyen, gondolom. ez elképzelhetetlen, de nem csak, hogy hivatalosan, vagy nem hivatalosan, Én nem tehát, hogy fordul meg az emberek fejében ilyen, vagy. ez egyszerűen nem fordul meg az emberek fejében. Tehát, hogy és én ültem, és én a mai napig úgy gondolom, hogy én egy nagyon nyitott ember vagyok, és nagyon befogadó, de akkor nekem is így leesett az állam, és ez le van írva a weboldalon, és aztán ennél még vannak cifrább dolgok is, amit most nem feltétlenül mondanék el itt, de például ez egy hatalmas kulturális különbség, és nem tudom, hogy
ez a jó irány, arról nem is beszélve, hogy gondolom te is tudsz róla, hogy most talán április 1-től Németországban teljesen legálisan lehet Marihuánát fogyasztani, igen. marihuánát, így van, és ráadásul valami 15 vagy 25 gram a limit, tehát valami egészen elképesztő mennyiség. Tehát, hogy aki valaha az életében szerintem szívott már füves cigarettát, vagy tudja, hogy mennyi 1 gram, tehát, hogy ez a még 10 gram is hatalmas mennyiség, és hogy azt maguknál tarthatják az emberek, és hogy az volt erre, tehát, hogy azért legalizálták, hogy a fekete piacot minél jobban a háttérbe szorítsák. Tehát itt még nem sikerült összeraknom a logikáját Ugye ennek azt az mondják, hogy mert ha egésznek. legális, akkor nem feketén veszik, csak ugye erre meg azt mondják bizonyos szakemberek, hogy akkor majd jön valami izgalmasabb szer, ami illegális lesz, és akkor meg azzal árasztják el a piacot, és az meg még rosszabb lesz, mint a legális Én marihuána. nem nagyon látom, tehát hogy ez egy, na mind, ez az, akkor mondjuk, hogy ez az én konzervatív hozzáállásom, Az enyém is hogy nyilván, mert mondom, én azt gondolom, hogy a könnyű drog meg a kemény drog esetében az van, hogy ha a könnyű drog legálissá válik, akkor majd izgalmasabb lesz kemény drogot venni, és akkor az még rosszabb helyzetet teremt. én is úgy látom, hogy nem ezzel fogják a fekete piacot visszaszorítani. Én szerintem ez egy nagyon hibás döntés volt, de mindegy, az idő majd megmutatja és bebizonyítja. Tehát például én nem vagyok abban biztos, hogy te is tudod, és te is ismered az én kislányomat, hogy én egy olyan közegbe szeretném felnevelni a gyermekemet, ahol tudom, hogyha kilép az utcára, akkor akármelyik ember, aki elmegy mellette, az kiveheti a zsebéből a drogot, és akár ott előtte is láthatja, szívhatja, Hát vagy elmúlik 18 éves, és akkor bemehet a és akkor shopba, és is megveheti. bemehet, és így van. Én nem vagyok benne biztos, de mondom, akkor lehet, hogy az én hiper-szuper liberális felfogásom a múlté most már, de akkor legyek én egy rusnya, konzervatív ember, de én nem ebbe a közegbe szeretnék élni se, és felnevelni a gyermekeimet se. Úgyhogy ez például egy hatalmas nagy kulturális különbség. Hát ez a mai végszó. Sok érdekes dolgot megtudtunk, és érdemes megnézni Balázsnak a Helyzet című vlogján a teljes beszámolóját a berlini látogatásáról. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és még egyszer boldog születésnapot kívánok. Én is nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm a te támogatásodat, Tamás. És mindenkinek szép estét, vagy szép napot kívánok. Így van, a kedves hallgatóinak is köszönjük a figyelmet, legyen szép a napjuk. Írják meg a Németországban élő hallgatóink, hogy ők mit tapasztalnak, hiszen kíváncsiak vagyunk az ő véleményükre, Mindenképp. és abszolút meggyőzhetőek vagyunk, és hát várjuk vissza mindannyiukat a képernyők elé, viszontlátásra, viszonthallásra.